felvonulást autentikus hangszeres zene kísérte egészen a Földvár aljában elhelyezkedő Szabolcs vezérszobráig. A koszorúzást követően a hagyományőrzők csapata a szabolcsi rendezvénytérre vonult, és elvégezte a keleti gyepű vendéglátókra és vendégekre vonatkozó szertartását. A keleti gyepű a jelen világunkban három megye íjászait fogja össze, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar és Zemplén, Borsod-Abaúj-Zemplén megye íjászait fogja össze, természetesen azokat az íjászokat, akik a gyepű céljaival egyetértenek. Mi a gyepű célja? Mindenképpen a hagyományőrzés, eleink dicső múltjának a megjelenítése, törekszünk a hitelességre, tehát nem véletlenül van rajtam ez a láncing is, vagy ez a pécsi sisak, Pécsen találták ezt a honfoglaláskori sisakot, tehát igyekszünk haladni azokkal a forrásokkal, amelyeket a régészek, tudósok, akik ezzel foglalkoznak, általában számunkra eljuttatnak, és ezekből a forrásokból mi a hitelességet megpróbáljuk megjeleníteni. Nyilván itt hétvégi íjászokról beszélünk, akik a saját pénzükből, a saját szabadidejükből tartják fel ezt az egész kulturális kört, mondjam így. Tehát nem tudunk úgy haladni, mint ahogy szeretnénk, de én azt gondolom, hogy mivel hétvégente találkozunk, ez is egy óriás eredmény, hogy itt tartunk, ahol most, a jótákkal rendelkezünk, rengeteg örömíjász van, aki szívesen tölti itt az idejét, például most itt Szabolcsban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb mondani való ennek a mai napnak, hogy olyan emberek találkoznak itt, akiknek ez a 10. század és környéke nagyon fontos, és ebben szeretnek élni, mozogni, és a mai nap is ezt próbáljuk itt azoknak a ide látogató embereknek megmutatni, akik gyakorlatilag, talán mondjam azt, hogy miattunk jöttek most ki ide Szabolcsba. Őseim dicsőségére! Hújúj! Hájá! A rendezvény több mint 10 évre tekint vissza. A keleti gyepű íjászainak döntő mérkőzése évek óta itt szerveződik. Ez 2022 óta még nagyobb jelentőséggel bír, mivel a település történelmi emlékhely címet kapott. Nagyon megtisztelő cím a település számára. A történelmi emlékhely címet két pillérre alapozva pályáztuk meg. Egyrészt a honfoglaláskori Szabolcs vezérföldvára, az egyik pólusa, a másik pedig a Földvár szomszédságában található első Istvánkori templom, amely 1992-ben Szent László király törvényhozó országgyűlésének a helyszíne. 1992. május 20-án tartott itt törvényhozó országgyűlést, amelyet mint harmadik törvénykönyve került be a történelembe. A rendezvényre az íjászok sok esetben családtagjaikkal érkeztek, ápolva és továbbadva ilyen módon is a hagyományokat. A kilátogatók gyönyörködhettek a szebbnél szebb bőrdíszműves viseletekben, ismerkedhettek a korabeli öltözékek anyaghasználatával, és bevezették az érdeklődőket az íjkészítés vagy a gyurtaépítés rejtelmeibe is.